Lányok és fiúk jelentkeznek diákmunkára, ahogy a tavaly évben most is elmaradnak a szóbeli érettségi vizsgák, így a frissen végzett diákoknak egy hónappal hamarabb indul a nyári szünet, és aki dolgozni akar, annak a nyári munkavállalás is. Bár a koronavírus világjárvány teljesen átalakította a munkaerőpiacot, a fiatalok munkájára nem csak igény, hanem szükség is van különböző területeken. A munkáltatóknak több szempontból is megéri diákokat foglalkoztatni. Foglalkoztatni diákot azért érdemes, mert nincs foglalkoztatási kötelezettség. Tehát volt rá példa, hogy egyik napról másnapra lezárták az országot. Ilyenkor egyszerűen csak nem kérik a diák munkaerőt továbbiakban. Így nincsen kötelezettségük, nem kell fizetni érte, és gazdaságosabb, illetve költséghatékonyabb ez a munkaerő foglalkoztatás jelen pillanatban. A logisztikai és gyártási szektor azonnali foglalkoztatást tud biztosítani azoknak a fiataloknak, akik dolgozni szeretnének. A diákok alkalmazása rugalmasságot és pontosan kalkulálható költségeket jelent a cégek és a diákok számára egyaránt. 2021. január végén a munkaadói oldal és a munkavállalói szervezetek abban állapodtak meg, hogy 4%-kal megemelik a kötelező legkisebb kereseteket, így a minimálbér bruttó 167.400 forintra, azaz nettó 111.321 forintra emelkedett, a garantált bérminimum pedig 219.000 forintra, azaz nettó 145.635 forintra nőtt. Szerintem nagyon jól tudnak keresni, tehát a 963 forint bruttó bért az kötelező mindenkinek megadni. Ezen és tehát nálunk, ami most a legkisebb bér, az 963 forint, a legmagasabb pedig 1500 forint óránként. Ebből jön egy 15% SZIA, amit levonunk, az összes többit azt a diák megkapja kézhez. Diákok és nyugdíjasok foglalkoztatása esetében egyéb adófizetési kötelezettség nem terheli sem a dolgozót, sem a munkaadót. Ha a cég nyugdíjas vagy diákszövetkezeti szolgáltatást vesz igénybe, adó és járulék fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Rugalmas foglalkoztatási forma lévén nincs betegség, szabadság, ünnepnap és felmondás miatti költség sem. A Melódiák Máté Szalka és Nyíregyházi irodavezetője Barát Zsolt elmondta, hogy a diákok foglalkoztatása folyamán fokozottan ügyelnek a fiatalok jogainak védelmére. Minden partnerrel szerződést kötünk. Diákjaink mindenki az iskolaszövetkezet tagjaként dolgozhat, tehát addig nem is tud munkába állni, ameddig be nem lépett az iskolaszövetkezetbe. Tehát így tudjuk nekik a jogokat biztosítani a korrekt fizetéshez, hogy pontosan megkapják, ki fogják fizetni őket, illetve a diákot mi fizetjük, tehát mi állunk kapcsolatban a partnerrel. A partner nekünk fizet, a diákot pedig minden hónap 10-én mi utaljuk el a bért. Mindenkinek csak bankszámlára utalunk, pontosan azért, hogy nyomon követhető legyen az, hogy mennyit keresett, mennyi a bére, esetleg, hogyha valami nem egyezik, akkor tud nálunk idézővel reklamálni, és utána tudunk nézni, hogy pontos volt-e a kifizetés. Felmérések szerint egyre több középiskolás vállal munkát tanulmányai mellett. 16 év felett szülői engedéllyel bárki dolgozhat, aki rendelkezik diák vagy hallgatói jogviszonnyal. 18 éves kor alatt a diák foglalkoztatása esetében fontos, hogy a fiatal napi 8 óránál többet nem dolgozhat, a túlóra tiltott. Kötelező biztosítani számukra a napi 12 óra pihenőidőt és este 10 óra reggel 6 óra között nem dolgozhatnak. Pénztárért, leltárért nem felelhetnek.